Még mindig folyamatosan érkeznek a felajánlások a Nemzeti Eszközkezelő ZRT-hez. A társaság azoktól a tulajdonosoktól vásárolja fel az ingatlanokat, akiknek a hiteladósága már eléri a minimálbér kétszeresét. A jelentkezés mindenki számára önkéntes, azonban számos feltételnek kell megfelelni mind az ingatlan, mind pedig a tulajdonos részéről. Az ingatlannak a forgalmi értéke nem haladhatja meg a 25 millió forintot Budapesten és megyeszékhelyen, a 20 millió forintot egyéb településeken. A jelzálog hitelre, az eredeti felvett jelzálog hitelre is vonatkoznak szabályok, tehát ez nem haladhatja meg az ingatlan akkori forgalmi értékének a 90%-át, de el kell érni a 25%-ot. Egy szigorú feltétel az, hogy az ingatlanra jelzálog hitel törlesztést 2015. január 1-én már 180 napja nem teljesíti a hitelfelvevő, illetve szociális feltételek teljesítése pedig a hitelfelvevőjére vonatkozik, tehát igazolni kell a szociális rászorultságot különböző ellátási típusokkal, vagy jövedelemi igazolással a bank felé. A megvásárlás után a régi tulajdonosok bérlőként lakhatnak az ingatlanokban. Egy hosszú távú, örökíthető szerződést köt a társaság. A havi bérleti díj Nyíregyházán átlagosan 12.500 forint. Országos adatokat tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett eddig a második legtöbb felajánlás, összesen 3570. Ezt a számot csak Borsod-Abaúj-Zemplén előzi meg. Szabolcs megyéből egyébként közel 2600 ingatlant vásárolt már meg a szervezet, országos szinten pedig 3600 kérelmet utasítottak el. Összesen 38.300 felajánlást fogadott be az eszközkezelő, ami alapján 27.000 ingatlant már meg is vásárolt. A többi ingatlannak a nagy része még jelenleg is feldolgozás alatt van, a kérelem feldolgozás alatt van, viszont jelenleg a törvényben 35.000 darab ingatlanra vonatkozik a vásárlási kvóta, de nem érkezett még arra iránymutatás, hogy a felajánlásokat mikor kellene leállítani, tehát amíg tudunk, addig fogadunk be felajánlásokat, és továbbra is vásároljuk az ingatlanokat. Kezdetben nagyon kevesen tudták visszavásárolni ingatlanukat, idén ez a szám valamennyivel megugrott. Az október végi adatok szerint országszerte 160-an kapták vissza lakásukat, ebből 8-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A visszavásárlás során jelenleg egy összegű fizetésre van lehetőség, feltétele pedig, hogy a bérlőnek ne legyen tartozása az eszközkezelő felé. A vásárlási vételár minden esetben az az összeg, amilyen áron az eszközkezelő megvette az ingatlant.